Az évad első bérletes hangversenyét vezényli csütörtökön és pénteken a Bartók teremben Madaras Gergely karmester. A szólista Győri Noémi Fuvola művész lesz. A műsor szintén a Thiel Eulenspiegel-el kezdődik. Nagyon humoros, nagyon virtuóz, nagyon izgalmas mű. Aztán jön Iber Fuvola versenye, ami egy impressionista francia darab, a fuvolásoknak az egyik legnehezebb versenyműve. Ez pedig Dvorzsák örökzöld 8. szimfóniája követi. Ezt a Felfedezések című koncertprogramot hallhatja majd a közönség vasárnap Budapesten a Zene Világnapja alkalmából. A Szamária Szimfonikus Zenekar a következő hónapokban többször is fellép majd a fővárosban. Október közepén a Mozi Hangjai előadáson a Műpában, novemberben pedig a kortárs műveket felsorakoztató Omázs Erkel rendezvényen működnek közre a Vigadóban. Kortárs magyar zene az egy időben nagyon-nagyon fontos szerepet töltött be a szombathelyi zenekar életében. Aztán volt egy kis változás, és remélem, hogy ez a most novemberi koncert ez segít abban, hogy ismét elfoglaljuk azt a pozíciót ott a kortárs magyar zene tolmácsolásában, amit tőlünk megszoktak. A Szavária Szimfonikus Zenekar asszisztens karmestere vezényli majd október 10-én a Székesegyházban Mozart requiemjét. Thomas Cornél néhány héttel ezelőtt egy rangos zenei versenyen ért el kimagasló eredményt. Most szeptember elején voltam Nizzában egy karmester versenyen, és ott második helyzetet kaptam el, nyertem meg, és plusz még két külön díjat. Az egyik az egy opera lesz Ománban, jó messzen tőlünk, és a másik pedig Bayreuthba fog menni, és ott szintén operákat fog hallgatni. Október 4-én, 5-én és 6-án ismét filmkockák peregnek majd a Bartók teremben. A 10. Hollywood Movie Classics koncertjeire a legnagyobb filmsláger szerzők műveiből válogat Pejcsik Péter karmester, az tervendég Radics Gigi és Király Viktor lesz.